Székesfehérvár kiemelkedően szerepel Magyarország 14 nagyvárosában bevezetett biohulladékgyűjtési programban. Az összegyűjtött biohulladék mennyisége különösen magas volt a Palota városban, az Ibli és Tóvárosi lakótelepen, valamint a Szedreskerti és Királykút lakónegyedben. Február és július között mintegy 100 ezer kilogramm élelmiszer hulladékot gyűjtöttek össze a városban. A Depónia Nonprofit Kft. a programot tovább bővíti, több lakóközösséget is bevon a gyűjtésbe. Ennek érdekében 250 darab 120 literes és 15200 darab 5 literes gyűjtőedényt osztanak szét. Szeptembertől a társasházak lakói kapnak egy-egy feliratozott, jól záródó 5 literes konyhai gyűjtőedényt, amely szagmentes és kifolyás biztos. Az edényekkel együtt tájékoztató anyagot is kapnak a lakók, hogy segítse őket a helyes gyűjtésben. A program szeptember 6-án indul, és a gyűjtőedényeket nyáron hetente kétszer, máskor hetente egyszer üritik. A begyűjtött hulladékokat biogáz üzembe szállítják feldolgozásra. A depónia havonta egyszer elvégzi a barna hulladékgyűjtő edények mosását, míg a kisebb 5 literes edények tisztítása a háztartások feladata maradt.